Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Mérleg, március. Több fontos eseményünk lesz márciusban, és márciusban az egyik főszereplő a mérleg. Hiszen a holdfogyatkozás most, március 25-én, ez a holdfogyatkozás a mérleg jegyében lesz. Tehát itt a főszereplő a mérleg. A holdfogyatkozással belépünk a karmikus folyosóba. De erről lesz külön videóm. Nos, hát akkor kezdjük. Március eleje. Egyébként márciusban nagyon dominál a 6-os és a 7-es szektor, mert most a bolygók valahogy úgy együtt, egy csomóban haladnak, általában össze-vissza szét vannak dobálva, de most együtt haladnak. Na most, a 6-os szektor, ez viszont maga a munka, az egészség, a 6-os szektor, a házi állatok is ide tartoznak. A 7-es szektor viszont a partnerek, az üzleti partner, bárki, akivel valamilyen partneri viszonyban vagyunk, a házastárs is, az ellenség is. Na nézzük, mi van itt. Király, kelyhek, jaj, de jó, boldogságos kártyával kezdünk, boldogságos, pozitív, gyógyító energiával. Kelyhek királya. Ez maga a boldogság, a gyógyulás, a megértés. Amikor kijön ez a kártya, azért az ember tényleg elégedett az életével. Ajándék! Hát március 8-a például. Például. Úgyhogy igen, itt ajándék. Ajándékról van szó. Nagyon gyakran ez a király vagy halak, vagy skorpió, vagy rák lehet. Tehát egy ilyen személy fontos szerepet játszhat az életünkben. Ugye itt dominál a 7-es szektor, a partnerek, a többiek. Ez lehet például egy orvos, vagy egy pszichológus, akivel éppen valamilyen viszonyban vagyok, gyógyít engem. De lehet ez egy házastárs, de lehet az üzleti partnerem. Megyünk tovább. Hetes, jaj, de jó, és érmék, értékek, az egyik értékünk az egészség. Ha netán betegségről van itt szó, akkor meggyógyulunk. Ugye a 6-os szektor is dominál, főleg itt az elején nagyon dominál a 6-os szektor, az viszont, ahogy mondtam, az egészség és a betegségnek a szektora. Meggyógyulunk. Ez a kártya mutat jó befektetést például. A befektetések kártyája. És ez a kártya rögtön üzeni nekünk, hogy amiért dolgoztunk, megkapjuk a pénzt. Tehát érdemes volt dolgozni, küzdeni, befektetni valamibe például. Csak egy picikét még várni kell. Tehát itt még nem lehet leszedni azt a bizonyos almát, mert még zöld. Még egy picikét érjem, meg kell várni, hogy piros legyen. Egy kis türelem kell ide. Ha netán itt betegségről van szó, akkor kell egy kis idő, hogy meggyógyuljunk, tehát türelem. A türelem rózsát terem, és itt vannak a rózsák. Na, mi van itt? És ez is kelyhek. Ez viszont lovag. Kelyhek. Valami úton van hozzánk. Valami lovagol, ami boldogítja az ember szívét. Ami boldoggá teszi az embert. És ráadásul a kártyapakli alján, ott viszont a királynő, a kelyhek királynője. Tehát itt dominálnak a kelyhek. Kelyhek a boldogság, az érzelem. A lovag, a királynő és a király. Teljesül egy kívánságunk? Igen, a szívünk kívánsága itt teljesülhet, amikor ilyen kártyák jönnek ki. És a kelyhek ajándék. És a kelyhek még ráadásul nagyon gyakran olyat mutat, mint például ugye kelyhek folyadékvíz, parfüm, például a parfüm ide tartozik.
Az ital ide tartozik, például az ilyen folyékony dolgok ide tartoznak. Nos, megyünk tovább. Nagyon boldogságosan kezdjük. Megyünk tovább. Március közepe, március 10-től 20-áig, ez egy nagyon klassz kis időszak. Nagyon szerencsés, nagyon boldogságos. Néztem, hogy a március 11 például nagyon szerencsés nap. Na nézzük, mi van itt. Aprót, kezdés, valamilyen lehetőség. Valamilyen lehetőség. Haha, éghetünk a vágytól. Ebbe belevágni, ezt elkezdeni, elindítani, és ez így jó. Március 23-áig érdemes. Érdemes, utána már nem annyira. Ha csak nem vagyunk, nemhogy 100%-osan biztosak a dolgunkba, hanem 1000%-ra, hogy igen, én ezt akarom. Én akarom ezt a szerződést, én akarom ezt a házasságot, mert kvázi itt a karmikus folyosóban megpecsételjük a sorsunkat. Valamilyen, az apród mutat egyébként gyermeket is. Gyermeket, házi állatokat is mutat az apród. És ugye itt dominál a hatos szektor, ahogy mondtam, a házi állatok is ide tartoznak. Valamilyen jó ajánlat lehet itt. Valamilyen bizsergető ajánlat. Gyermekáldás is lehet az ilyen kártyákkal. Na, megyünk tovább. Király. És ez a szerencsekerék már másodszor egymás után jön ki a kártyapakli alján. Úgyhogy marad. Király, érmék. Érmék. Jön a pénz. Jönnek az értékek. Jön az ajándék. Igen. Tehát ha pénz kell lesz, akkor lesz, akkor kapunk. Ha kell egy hitel, akkor például meg fogjuk kapni. Ez a király nagyon gyakran vagy szűz, vagy bak, vagy bika lehet az életünkben. Ez lehet egy családtag például, aki segít nekünk. Lehet a könyvelőnk például. És a szerencsekerék fordul, sorsfordulat. Ez lehet örökség is. Ó, amikor ilyen kártyák kijönnek, azért lehet itt örökség is. Úton van, és ott a diadalszekér ráadásul. Kártyapakli olyan. Tehát fantasztikus kártyák jönnek. Fantasztikus. Jön a pénz. És megint ott a diadalszekér. Nos, megyünk tovább. Ötös. Ötös tűzenergiát kaptunk. Ez konkurencia, de ez tisztességes konkurencia. Tisztességes konkurencia, igen. Tisztességes küzdelem, sportszerű küzdés. Ez tényleg lehet egy valamilyen verseny. Tehát versenyt is mutatnak ezek a kártyák például. Jó. Az is lehet, hogy egyszerűen ez a kártya mutat olyat, hogy ebben a küzdésben, küzdelemben egyedül vagyunk, és egyedül kell megbirkózni, és egyedül kell bebizonyítani valakiknek, hogy tényleg mi ezt megérdemeljük. Ez a pozíció a miénke, hogy legyen. De ez a kártyapakli egy picit másabb, és itt viszont lehet, hogy pont egységben az erő. Lehet látni, hogy együtt valamit megtanulnak. Egy varázsigét együtt mondanak. És ahhoz, hogy működjön minden, ahhoz, hogy jó legyen, ahhoz, hogy hát ellenállni tudjunk a gonosznak, úgymond, ahhoz kell ez az öt mágus, ez az öt erő, hogy egyesüljön. Hogy az a öt különböző erő egy legyen. Egységben az erő. És itt a diadalszekér egyenesen a győzelemhez. Csak jön ez a diadalszekér. Megyünk tovább. Március vége. Március 20-án a karmikus csomó egyesül a Chironnal. És még a Merkur bolygó is ide csatlakozik.
hozzájuk. A Chiron ez maga a gyógyító, ez maga a tanító, tehát ez itt maga a végzetes, a végzet, és itt a hetes szektor dominál, megint csak a partnerek. Itt kaphatunk egy olyan partner, aki egyszerűen meggyógyítja a lelkünket. Ennyi. Huszonötödikén, ahogy mondtam, a holdfogyatkozás, hát ott a mérleg a főszereplő. 9-es inspiráció. Valami inspirál minket, tűzenergiát kapunk, égünk a vágytól. Valamit el akarunk írni, valamit már végre valahára le akarunk zárni, és a holdfogyatkozás az ilyen, az valamit lezár. Valamit megmutat nekünk, hogyan lehet azt a bizonyos dolgot megoldani. Mi a kulcs a megoldáshoz? Kiderülhet egy titok, megmutatja nekünk, jó? Tehát ez már majdnem a cél, a változás, a cél. Tehát nem hiába itt dolgozunk, küzdünk valamiért. Igen, ez a kártya szokott olyat mutatni, sőt, hogy vannak azért akadályok az útunkon, nem könnyű azért célba érni, de nem lehetetlen. A lényeg, hogy ez a tűzenergia azért vigyen minket. Ez a tűzenergia kell egész évben. Mindenkinek. Hiszen az északi karmikus csomó az a kosban van, a kos tűz energia. A déli, viszont a ketu, az viszont a mérlegben. És a mérleg szemben van a kos csillagjeggyel. Tehát ez a vonal dominál. Ha valamilyen fontos dolog történik a kós életében, az kihat a mérlegre. Ha a mérleg életében történik valamilyen fontos dolog, akkor az kihat a kósra. Na, jönnek a kártyák, jó, akkor velük fogunk dolgozni. Na, mi van itt? Királynő, a kejhek királynője. Az elején a kártya paklióján azért ott volt. A boldogság, az ajándék. Nagyon anyáskodó ez a királynő. Lehet tényleg az édesanyánk, vagy lehet a testvérünk. Mint a király, mint a királynő, lehet orvos, ugye, aki gondoskodik, orvos, pszichológus. És egyébként itt kell, mert nézem, hogy ő azért kardokat kaptunk, tehát ilyen szúrós kártyákat kaptunk, levegő energiát kaptunk, például a kardok 4-es. Ez lehet betegség, megállás, és itt segíthet például egy orvos, vagy kardok maga a mentális állapotunk, segíthet egy pszichológus a mentális állapot, vagy olyan személy, ez a királynő, aki ezotériával foglalkozik például, segíthet nekünk. Meghozni azt a bizonyos döntést, lehet, hogy ehhez el kell vonulni egy picikét, gondolkodni, a kard a gondolkodás. Elvonulunk, mérlegelünk, és meg fogjuk tudni hozni azt a bizonyos döntést, és apród és kardok. Az apród kezdés, az apród mutathat gyermekeket is, és a második apród itt van. Az apród maga a házi kedvencek is ide tartoznak, ugye? Gondoskodni kell őket is azért. Ha kell, akkor orvoshoz kell vinni. Például lehet olyan, hogy a házi állatkát, mert a hatos szektor itt dominál, házi állatok márciusban, és ez is házi állatok. A kardok védőoltás, például védőoltásra kell ezt vinni a házi állatkát, vagy a gyermekünket védőoltásra, mert kardok olyan szúros eszköz, mint a tű, injekciós tű. Ez is benne van a pakliban. De a kardok maga a dokumentum, ezen a területen valamilyen változás, valamilyen lehetőség lehet. Kell még plusz kártya nekünk, kellenek ezek a bizonyos plusz kártyák.
Na nézzük csak, mi van itt. Na mi van itt? Fantasztikus kártya. Fantasztikus. A 21-es, ez egy szerencse szám. A világ. Hát ez egy-egy ciklus itt befejeződhet, és egy új ciklus el tud kezdődni. És nem hiába azért. Karmikus időszakban leszünk itt, és a holdfogyatkozásnak az energia. Igen, plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónapig is tarthat a holdfogyatkozásnak az energiája, a napfogyatkozásnak is, napfogyatkozás április 8-án. Jó, tehát ez egy magasabb szint mindenféleképpen. Ez egy magasabb szint. Valamit elérünk. Valaki valamit be fog fejezni, lehet, hogy valaki a tanulmányait éppen befejezi, megkapja azt az oklevelet, vagy azt a diplomát, vagy azt a jogosítványt, mert a kerék például maga az autó, a jogosítvány is ide tartozhat. A külföld, az is ide tartozik. Sorsfordulat lehet, hogy valaki kap egy nagyon jó munka ajánlatot, és kimegy külföldre dolgozni. Tehát minden, ami külföld, azért ehhez a kártyához tartozik. A munka, a tanulás, a vízum, az idegen nyelv tanulása, az új partner, az új partnerség, és ugye a hetes szektor a partnerek dominálnak, itt a hatos szektor a munka. De itt felemelkedünk, ráadásul a kártyapakli alján ott a mágus, és a mágus mindenre képes. Mindenre. A mágus azt üzeni, hogy én, mint mérleg, mindent el tudok érni. És ugye itt a mérleg azért a főszereplő, ezt ne felejtsük el, hogy ilyen sorsot döntő események lesznek itt. Egész évben lehetnek. Sőt, július 2023 óta a karmikus csomók, ugye? Az egyik a mérlegben van. Tehát itt sorsfordulás, sorsdöntő események. Nos, ötös, nagyon jó, a főpap, az egyik védőkártya. A fenti erők fogják szeretni a mérleget, fogják védelmezni. Valamit engedélyeznek, tehát amíg odafönt nem engedélyezték azt a bizonyos dolgot, ide lent nem kapjuk meg. És ez csodálatos, tehát az engedélyt itt megkaptuk. Bármi lehet ez, ez viszont bármi lehet. Lehet, hogy engedély emigrálni, lehet engedély megkapni azt a bizonyos jogosítványt, vagy azt a bizonyos diplomát, vagy engedély a házasságra. Lehet, hogy a szüleink ellenzik azt a bizonyos kapcsolatot, mert ugye a hetes szektor a partnerek. A fenti erők, ha engedélyezték, akkor itt is megkapjuk azt a bizonyos áldást. Azt a bizonyos szülői áldást. A templom is ide tartozik. Minden, ami templom. A keresztelő, a házasságkötés. Hát az is inkább 23-áig vagy érdemes várni, mert ha megbánjuk a házasságot, akkor nagyon nehéz lesz megszabadulni attól a köteléktől, vagy lehetetlen lesz, nagyon-nagyon-nagyon erős az a kötelékot. A hagyományok ide tartoznak ehhez a kártyához például. A bölcsesség kártya, nagyon jó menni tanulni, tényleg, amikor kijön ez a kártya, tanulni, vizsgázni. Ez maga a tanulás. Megtalálhatjuk azt a bizonyos mentort, azt a megfelelő tanárt. Nos, megyünk tovább. Akkor most itt megnézzük ezeket a kardokat. És egy karmikus kártyát kaptunk. Tessék. És egy karmikus kártya, ez maga a végítélet. Plutónak a kártyája, plutói energiát kaptunk.
karmikus kártya, és itt már benne leszünk a karmikus folyosóba. Ez nagyon erős. Ez nagy változás. Sőt, ez annál is több. Ez annál is több. Azt szoktam mondani, pont ezen a kártyán úgy nem látszik annyira, hogy itt az angyalok trombitálnak, és a halottak feltámadnak. Ez maga a feltámadás, ez maga egy új esély. Újra kezdeni az életet. Egy új esély élni. Ha valaki azt érezte, azt hitte, úgy gondolta, úgy látta, hogy valami már reménytelen, akkor itt kapunk egy új esélyt. Amikor kijön ez a kártya, azért az ember valahogy elgondolkodik a sorsán, az életén, hogy gyerekkoromban én ezt akartam, ez volt az én álmom. Ezzel akartam foglalkozni? Ilyen házas életet akartam? És ha azt mondom, hogy nem, akkor itt az ember változtat. Itt az ember változtat. Drasztikusan megváltoztatja a saját életét. Egyszerűen rájön, hogy ez így nem oké. Itt változtatni kell. Tehát ott, ahol most ő van, tart, amit elért, akivel van, akivel tart valahova, ez valahogy nem oké, ez nem az, amire ő vágyott. És itt változtatnak az emberek, amikor kijön ez a kártya. Ez nagyon erős kártya. Nagyon erős. Az egyik legerősebb karmikus kártya, és amikor ez kijön, akkor bizony, hogy lesz változás. Kettő darab karmikus kártyánk van. Itt a Plutónak a kártyája, és itt a szerencsekerék. A Plutónak a kártyája, ráadásul, ugye ez maga az élet és a halál, tehát valami véget ér, és valami új meg fog születni. Érdekes. Egy gyógyíthatatlan betegség például. Egyik pillanatról a másikra megtörténhet a csoda. Akár ez is. Akár ez is. Érdekes. Mert a Jupiter a 8-as szektorban van. Azt nézem, ha 8-as szektorban, ha mérlegről beszélünk, a 8-as szektor viszont a Plutónak a szektora. Pont az élet és a halál, pont a nagy pénz, pont az ezotéria, pont a pszichológia, pont a mágia, pont minden, ami a megmagyarázhatatlan, az erő, a krízis helyzet is ide tartozik. És a Jupiter nagyon fantasztikus párost fog alkotni, ráadásul a Szaturnusszal. Hát ők nem is páros, ez trigon, ez 60 fok az asztrológiában, a 60 fok, a 120 fok, ezek fantasztikus lehetőségeket adnak az embernek. És a Jupiter ugye a 8-as szektor, amit elmondtam, a Plutónak a szektora, újjá születni, mint a főnix madár például. Egy sikeres műtét lehet, mert kardok vannak itt, szoros eszköz. A Szaturnusz viszont a 9-es szektort érinti. 9-es, jól számolom? Nem érintheti a 9-est. A 7-est. A 7-es szektorban van. 7-es, 6-os... Bocsánat, most számolok, akkor pontosan hol is van a Szaturnusz? Mert egész hónapban egy fantasztikus. Tehát a Jupiter a 8-as, és a Szaturnusz a 6-os. A 6-os, pont az egészség. Az egészség és a betegség. Igen, és ahogy mondtam, dominál egész hónapban a 6-os és a 7-es szektor. A 6-osban van a Szaturnusz. És ez munka, egészség, betegség például, egy gyógyulás, egy fantasztikus munkahely jöhet, a háziállatok is ide tartoznak. Tehát egy fantasztikus gyógyulás lehet például. Igen. Érdekes. Nagyon érdekes. Nagyon erős kártyát kaptunk. Na majd meglátjuk, mert lesz külön ugye videó a holdfogyatkozásról, hogy mi lehet itt még. Van még egy külön kártyapaklim, hát erről külön beszélek, és ugyanazt elmondom az összes videóban, mind a 12 videóban.
kaptam üzeneteket, hogy ezt a kártyapaklit miért nem keverem, miért nem kavarom meg, miért pont a legfelsőbb kártyát húzom. Hát az a helyzet, hogy mielőtt én elkezdem mind a 12 videót, én az összes kártyapaklit megkeverem, megkavarom, megkuruzsolom tisztességesen, és ezt a kártyapaklit is megkevertem, megkavartam, megkuruzsoltam, és letettem. Kész. Mind a 12 videó előtt. Tehát már ott eldőlt ennek a kártyapaklinak a sorsa. És az első 12 kártyáról beszélünk. Tehát oda tettem, és az ott maradt. Ahhoz már nem nyúlok. Felülről haladok, a legfelsőbb kártya, az első kártya, tehát a koshoz kerül, a második kártya a bikához, a harmadik az ikrekhez, a negyedik a rákhoz, az ötödik az oroszlánhoz, a hatodik a szűz, a hetedik lesz a mérlegnek a kártyája. És nem teszek direkt ide semmilyen kártyát, ami éppen szimpatikus nekem, nem. Tehát ez a lényeg. Miért csinálom ezt, hogy oda teszem? Egyszer azért, mert időhiányban vagyok, mert azt megint oda kell nyúlni és megkeverni. Néha azért, mert kíváncsi vagyok, hogy így hogy jönnek ki a kártyák. Most például azért, mert messze van az a kártyapakli tőlem, és így könnyebb levenni és megnézni. Ennyi az egész. De akkor legyen, így húzzunk így egy kártyát. Tehát, mi van itt? Király! Kejhek, hát ez király. Ezzel a kártyával kezdtük. Itt van. Itt van. A boldogság. A boldogság, az öröm, a szerencsem. A pozitív víz energia, a pozitív víz energia az gyógyító, és itt beszéltünk a gyógyításról, beszéltünk, hogy a hatos szektor dominál, az egészség, ugye? Az egészség, a betegség, tehát itt egy csodálatos gyógyítás is lehet, gyógyulás, mágikus gyógyulás, mert ez olyan, mint a grál, mint az életvize, a pozitív víz energia. A negatív víz energia, az tud minket rombolni, mérgezni, mint a méreg, nem. Itt pozitív energiáról beszélünk, az ajándék, a boldogság, az ember elégedett az életével, amikor ilyen csodálatos király jön ki. És ahogy mondtam, ez a király lehet vagy rák, vagy halak, vagy skorpió, vagy ilyen művész, igazi művész, vagy művész lélek, vagy orvos, vagy pszichológus, és ugye itt a hetes szektor dominál, ebben a hónapban a partnerek. A partnerek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!